Na ez most egy gyors videó lesz, nem túl hosszú, mert kicsit összecsúsztak itt nekem a dolgok, és szeretném, ha még le tudnám renderelni, mielőtt elmegyek itthonról, mert ugye, ahogy mondtam, előfordul itt, hogy a szombat is munkanap nálunk, és most is így van. Geci húsvét hétfő miatt, ugye mostan szombaton kell dolgozni. Így hát, ma is el kell menjek. Viszont ha hosszú videót csinálok, akkor azt nem tudom lerenderelni, amíg el nem indulok. Viszont feltölteni garantáltan nem fogom, úgyhogy most az lesz, hogy szándékosan bekapcsolva lesz hagyva a gép, amik oda vagyok, azt kész, ott le van szarva. De így legalább feltölti, meg feldolgozza napközben. Azt akkor lehet nézni. Na, mert ez ugye mindig probléma, hogy ha nincs videó, mert nincs mit nézni fürdés közben. Így. Ugye csak. Egyébként nem tudom, miért vagyunk vele így, de ezt már nem egy vlogger mondta, hogy ugye Hörbi is mondta, hogy fürdés közben engem szeret hallgatni, nem tudom, nézi-e. iPad-jén, de hogy hallgatni tuti hallgatja, az biztos. Na, rakjam már ezt a sámlit innen. Egyszerűen nem tudom, mi van a telefonommal, bazd meg, hát nem ébreszt az Istennek se. Tegnap se ébresztett fel, beállított időpontba. Mondom már. Felkelek 11 óra. Pedig 10:30-ra van beállítva, ugye, hogy jusson még időm mindenre. Főleg a sok szarásra. És felkelek, bazd meg, 11 óra. Az Isten. És nem ébreszt az a kurva. És nézem, és ma se ébresztett. Pedig direkt ellenőriztem kétszer, és én nem tudom, ez ilyen androidos szarság, bazd meg, hogy nem hajlandó. Gondol egyet, azt akkor onnantól kezdve nem ébreszt, hanem az ébresztés eseményt azt meg kell szüntetni, tehát kitörlöd, és akkor utána újra létrehozod ugyanazt az ébresztést, ugyanazok a beállítás, és akkor már működik. Na jó, mondom, nem szarakodok vele, meg nem kockáztatom, hogyha fontos, hogy felkeljek, hogy akkor egyszer csak majd nem ébreszt fel, azt úgy bealszok, hogy elkések. Hanem ugye itt az óra, ez is tud ébreszteni. Ugye? Karóra. Na de, mivel, hogy ebben alszok, lehet, hogy a takaró alatt van a kezem, nem hallom, ahogy pittyog. Meg olyan rövideket pittyog, hogy nem kellek fel rá, azt kész. Úgyhogy harmadik lehetőség itt a tévé. Van itt a rádiós ébresztő óra, de az nem működik, meg azt utálom. Na, itt a tévé, én nem mondom, azt is be lehet állítani ébresztőre. Úgyhogy beállítottam a tévét jó hangosra. Ezeire. Paprika tévére, úgyhogy arra ébredtem, hogy kell helyesen bebundázni a bécsi szeletet. Azt akkor jó. Tévére fogok hagyatkozni, az nem hagyott még cserbe. Azt jó napot kívánok. Levagdosom már a karmantyúimat, mert nálunk az egy tiltott dolog. Tegnap össze-vissza vagdostam a kezem. Leborult egy raklap papír hulladék. Azt össze kellett szedni. Egy tonna papírt. Aztán szétvágta a kezem.
papír. Utána már bementem a főnök, azaz kértem tőle egy kesztyűt. Meg kaptam most már bakancsot is, mert az még függőbe volt. Na. Szóval ébresztéssel ilyen izébe vagyok, bazd meg. Teljesen megbízhatatlan a telefon. Androidos telefon. Kezdem elhinni, amit Hörbi mond, hogy tényleg bazd meg az játékszérnek, hát még annak sem nagyon jó, de főleg ezek az olcsó izék, olcsó telefonok, ugye ez a mini. Ez volt az okos telefonok közül is a lehető legolcsóbb, amikor én vettem, hogy a belépő szint. És hát ugye erre volt pénzem. De hát tényleg olyan, hogy mert két ébresztő van beállítva, ugye egy 18-30-ra, ugye egy gyógyszerbevétel, az mindig pittyog. Az akkor is pittyog, mikor jövök hazafele, azt akkor a zsebembe elkezd csipogni a telefon. De az ébresztő, ami meg fontos lenne igazán, az meg nem. Szóval az ember biztosra akar menni, akkor be kell állítani három ébresztőt. Aurát is, meg tévét is. Na, közben rám írt Szabi tegnap este, a Draw zenekar frontembere, hogy lenne kedvem Debrecenbe velük menni ma este, mert játszanak, méghozzá mindjárt megmondom, hogy hol. Ha debreceniek vagytok, takarodj már. Ha debreceniek vagytok, akkor eljöhettek, mert ott leszek, mely klubba azt mondja, hogy a debreceni Full of Anger fesztiválra, hát ez nem tudom, hogy hol lesz aki kíváncsi rá, az Debrecen, és az rákeres a Google-ba. Azt, na, ott leszek. Ma este, de ugye hét körül el kéne indulni, én meg ugye hatig dolg, negyed hét, mire elindulok onnan, fél hét, mire hazaérek, még akkor le kell fürödjek, egyek valamit, pont el fogok készülni talán hétre, ha nagyon sietek. Most nem fogom játszani az én munkást, most hatkor tényleg lelépek. És akkor... Na. Mert felveszem az egész koncertet GoPro-val. Én szoktam nekik, a legutóbbit is felvettem, amit itt a klubban csináltak. Nya. Meg lesz valami interjú, vagy nem tudom mi, úgyhogy úgy kell készüljek, hogy én már mielőtt elindulok, a két aksi fel legyen töltve, a tökig a két memória kártya az nálam legyen, meg minden, hogy... Na, tetszik érteni. Úgyhogy ennyi volt ez a videó most. Tényleg nem akarom tovább húzni, mert render idő is még elég hosszú, aztán fel kell, hogy töltsem még. Hogy lássátok délután, hogy hon leszek este, hogy oda tudjatok jönni. Na, jó, oké. Na, Debrecenben, ha jön valaki a Full of Anger Fesztivál, akkor ott találkozhat velem, kész. Ennyit akartam mondani. Na. Sziasztok!